Köszöntjük Önöket, jó reggelt kívánunk, ez már a napindító, kezdjük műsorunkat Perjesi Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és itt van már velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Olyan témákat fogunk érinteni, mint hogy például vasárnap iktatták be Argentina legújabb elnökét, akit Donald Trumphoz és Jair Bolsonarohoz hasonlítanak. Ott volt a beiktatáson Orbán Viktor miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is, mind a ketten találkoztak egymástól és beszélgettek is. Aztán, ahogy már mondtam, Katar, Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia, Törökország és a palesztin hatóság külügyminiszterei felszólították az Egyesült Államokat, hogy gyakoroljanak nyomást Izraelre annak érdekében, hogy ismét tűzszünet lépjen életbe. Aztán jövőre a Krímet akarja elfoglalni Ukrajna, ez a 2024-es legújabb terve, és Svédországtól grippeneket kért most Ukrajna. Ezekkel is foglalkozunk, ezekről is beszélgetünk majd. És már köszöntjük is Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Beszélünk majd arról is a későbbiekben, hogy vajon miről beszélhetett egymással Volodymyr Zelenszky és Orbán Viktor. De kezdjünk azzal, hogy Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy az a célja most tulajdonképpen Ukrajnának, hogy a frontokon megakadályozza azt, hogy Oroszország átvegye a kezdeményezést. A frontokról szoktunk ugyan a térképeknél beszélni, de kevesebb dolog történik ott, mint a nemzetközi diplomácia területén. Most mégis hogy állnak ezek a frontvonalak? Gyakorlatilag hosszú ideje álló háború van. Ez azt jelenti, hogy mind a két fél előre megy pár száz métert, egy-két kilométert, de stratégiai áttörést egyik fél sem tudott végrehajtani. Oroszországban nincs szembekerülés a katonai és politikai vezetés közt. A Prigozsin úta ez nem létezik, Ukrajnában viszont van. Ukrajnában a vezérkari főnök rendszeresen kijelenti, hogy a politikai vezetés téved. Az, hogy Ukrajna támadjon, ennek a feltétel rendszere nincs meg, az ukrán hadsereg nincs abban az állapotban, nincs meg a szükséges mennyiségi és minőségi fölény, és ezért azt kérték az ukrán államfőtől, hogy védelemre rendezkedjenek be, mert képesek orosz csapatokat föltartóztatni. Erre az ukrán államfői válasz az volt, hogy szó nem lehet róla, itt támadás kell, itt vissza kell foglalni az elvesztett ukrán területeket, hogy ezek mennyire ukrán területek, az most egy más kérdés, és szembe kerültek egymással. Ettől kezdve is ez a hírekben nem nagyon jött le, az ukrán politikai vezetés kerüli a katonai vezetés csúcsát, úgy tárgyal a katonákkal, hogy kerülik a vezérkari főnököt, minden fórumon elmondják többek közt a külügyminiszter Kuleba, hogy semmilyen szembenállás nincs, a valóságban van, és megpróbálják kijátszani a vezérkari főnököt. Itt tartunk most, tehát máshogy fogalmazva, a politikai vezetés ragaszkodik a támadáshoz, a katonai vezetés szerint ez értelmetlen. Már csak azért is teljesen esélytelen Ukrajna számára a támadás, mert ahogy itt a költségeket nézzük, hogy a jövő évre körülbelül 1700 katonai rivnya, ez lesz a kiadása Ukrajnának, és ehhez képest a bevétele csak 1500. Ez szerintem józan parasztészel is felismerhető, hogy a kettő összeg az egyáltalán nem stimmel, sőt. Hát ez azt jelenti, hogy Ukrajna teljes bevétele, még egyszer, Ukrajna teljes bevétele kevesebb, mint a katonai kiadás lesz jövőre. Tehát máshogy fogalmazva, a teljes bevétel a katonai kiadásnak 85-90%-át képes fedezni, erre jön az állam működése sok egyéb, tehát máshogy fogalmazva, ha Ukrajna nem kap külföldi segélyt, amerikai, európai elsősorban, az állam működésképtelen. Na most jelezni szeretném, hogy ezt hónapok óta mondom, kapom is érte a pofonokat, de ma már ugyanezt mondja az európai vezetés, és ugyanezt mondja az amerikai vezetés jelentős része. Ön elmondta azt, hogy hány emberrel találkozott az amerikai külügyminiszter, igen, de az amerikai politikát alapvetően az arabokkal folytatott tárgyalás nem befolyásolta, és az ENSZ-be az Egyesült Államok vétót emelt az ellen, hogy rákényszerítsék Izraelt a fegyverszünetre. Biztonsági tanácsnak 15 tagja van, 10 nem állandó, 5 állandó, az 5 állandó tag gyakorlatilag 1945 óta ugyanaz Kínánál volt egy csere. 5 állandó tagnak van vétójoga, 15 országból 13 megszavazta a fegyverszünetet, egy ország Nagy-Británia tartózkodott, egy ország az Egyesült Államok élt vétójogával. Ezt még majd egy picit boncolgatjuk a műsor további részében, hiszen ne feledjék, természetesen 8 órától majd Nógrádi Györggyel folytatjuk. Viszont egy pillanatra még térjünk vissza ahhoz, hogy ugye megint elhangzott Ukrajna részéről két dolog is. Egyrészt, hogy jövőre a cél, hogy a Krímet annak ellenére, amiről Eszter is beszélt meg ugye az imént tanár úr, vissza kellene foglalni, illetve ugye megjelent egy olyan elem most már az ukrán kommunikációban is, ami korábban nem volt, hogy ők is elismerik, hogyha nem jönnek a külföldi támogatások, el is veszíthetik gyakorlatilag a háborút, és most pont Volodymyr Zelenszky felesége is erről beszélt. Nekem nagyon fura, hogyha egy first lady erről beszél, mert nyilván erre fölkérték, tehát nem a
kút fejéből jöttek ezek a gondolatok. Látnivaló, hogy Ukrajnát jelenleg a világ eltartja. Ennek több oka van. Van, melyik ország kettőt nyel és hajlandó erre. Rendkívül érdekes volt, hogy a bulgároknál az államfő megvétózta a hadianyag küldését, majd a parlament megszavazta. Rendkívül érdekes volt a román diplomáció, tegnap bejelentették, hogy támogatják Románia EU és Moldova EU csatlakozását, a tárgyalások megkezdését. És van néhány ország, amelyik komolyan gondolja, főleg a britek, amerikaiak, hogy támogatni kell. Az Egyesült Államokban ugyanakkor a kongresszus nem szavazta meg, tehát jelenleg ott tartunk, hogy amerikai támogatás nélkül Ukrajna csak úgy tud életben maradni, ha Európa pótolja azt az összeget, amit az USA oda küldött. Kérdés, hogy Európa akarja, tudja ezt a horribilis milliárdokban, dollárban, milliárdokban mérhető összeget pótolni. Amit pedig ön mondott, hogy Ukrajna célja jövőre a Krím visszafoglalása, ez utópia. Ez azt kellene, hogy a frontokon egy általános ukrán előretörés legyen, ennek a nyomait sem látjuk. A Krím a Oroszország számára élet-halál kérdése, az összes többi terület sokkal kevésbé. Itt van az ország, Oroszország egyetlen mélytengeri melegvízi nagy kikötője, Szevasztopol. Tehát megint a ukránok propagandát csinálnak, tehát Zelenszkij naponta tart egy propaganda beszédet, erre a világ sokkal kevésbé fogékony, mint volt egy évvel vagy másfél évvel ezelőtt, de ezt hirdetik, hogy jövőre győznek a Krimnél. Miért pont a Krimnél, amelyikkel még kapcsolatok sincs, ezt nehéz lenne elmondani. Az ukrán propaganda jelenleg abszolút orosz ellenes, mindenhonnan megpróbálja az oroszokat kitiltatni, az olimpiától kezdve mindenhonnan. Szerintem ez egy kontraproduktív politika. Ha már az olimpiát szóba hozta, azért mondjuk el, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozott egy olyan döntést, hogy ott lehetnek az oroszok, illetve a fehér oroszok majd az olimpián, de semleges színekben, tehát csapatsportágokban nem lehet orosz vagy fehér orosz válogatott, de olyanok, akik nem támogatták ezt a háborút, olyan orosz, illetve fehér orosz sportolók ott lehetnek majd az olimpián. Igen, ez nyilván Moszkvának nem fog tetszeni, nyilván oroszok ezt vissza fogják adni Ukrajnának, hogy mikor, nem tudom megmondani. Tehát az, hogy a olimpiáról, ami a béke legcsodálatosabb teljesítménye, létesítménye, kitiltani sportolókat, mert háborúban állnak, ezt még a ókori görögök sem csinálták. Igen, ez is egy olyan téma, amit azért sokáig lehetne boncolgatni. Egy percünk van nagyjából még ebből a beszélgetésből. Ugye Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozása az tulajdonképpen hónapok óta egy folyamatosan napirenden lévő kérdés, és az utóbbi időben elindult az, hogy akkor erről konkrétan elkezdenek tárgyalni. Természetesen Magyarország nem tartozik azon országok közé, aki ezt jó ötletnek tartja, sőt, teljesen érthető és alátámasztott okoknál fogva. Innentől kezdve megkérdőjelezhető az is, hogy az Európai Uniós egyes tagországoknak a támogatása Ukrajna fele hogyan fog alakulni, hogyha például az Európai Uniós csatlakozás az abszolút megakad. A válasz az, hogy nyilvánvalóan Ukrajna nem lehet az Európai Unió tagja, erre alkalmatlan. Most az Európai Unió vezetése azt mondja, hogy csináljunk egy gyorsított pályát. Oké, miért? Mert háborúban áll? Hát gyakorlatilag egy háborúban álló országot fölvenni, amiknek a területnek a jó 20%-a külföldi megszállás alatt van, a megszállás nem jó szó, ahol nem tudjuk, hogy mekkora a lakosság, ahol a mezőgazdasági területek döntő része réges-régen nem ukrán kézen van. Ezek nagyon megkérdőjelezhető dolgok. Talán lesz egy kis idő arról, hogy erről részletesen beszéljünk, tehát ma Európa lakosságának a jelentős része nem akarja Ukrajnát fölvenni, a politikai jelét nyilván a saját érdekei szerint politizál. Innen folytatjuk. Innen folytatjuk, igen. Tartsanak velünk 8 órától, folytatjuk a napindított Nógrádi Györggyel. Jó reggelt kívánunk, Párizsi Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, köszöntjük Önöket, ez a napindító, folytatjuk műsorunkat, itt van már velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Fél 8-kor Ukrajnával folytattuk, illetve azzal kezdtük el a műsort, most pedig Izraellel folytatjuk, mégpedig azzal, hogy a Hamász megsemmisítése érdekében indított igazságos háborúját folytatja Izrael. Ezt mondta Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, aki egyben üdvözölte az Egyesült Államoknak az ENSZ biztonsági tanácsában képviselt előző napi megfelelő állásfoglalását. De természetesen ma is elmondja a legfrissebbeket Kárpátaljáról tudósítónk Dunda György, aki arról is szól, hogy pénteken megszavazta az ukrán parlament a kisebbségi törvény módosítását, hogy ez egészen pontosan mit akar, elmondja tehát nekünk majd. És akkor jöjjön most egy háborús összeállítás Izraellel kapcsolatban. Elkeseredetten küzdenek az orvosok Gáza déli részén. Már a kórházak folyosói is megteltek sebesültekkel. Közben a jemeni huszi lázadók megfenyegették az izraeli kikötők felé tartó hajókat a Vörös-tengeren. Az orosz és egyiptomi elnök ugyanakkor tűzszünetet sürget, szerintük ezért a teljes nemzetközösségnek tennie kell.
Megteltek sebesültekkel a kórházak Gáza déli részén is. Hán Yunist folyamatos csapások érik. A várost két oldalról is ostromolják az izraeli tankok. A település kórházának szóvivője azt mondta, reménytelen a küzdelmük. Mivel az osztályok tele vannak sérültekkel, a betegek egy részét a kórházi folyosókra kell szállítani. Van, aki a földön fekszik. Az egészségügyi személyzet ideges és erős pszichés nyomás alatt dolgozik. Van olyan, aki már 60 napja nem hagyta el a kórházat. Izrael folytatja igazságos háborúját a gázai övezetben, jelentette ki a zsidó állam miniszterelnöke. Benjamin Netanyahu egyúttal üdvözölte, hogy az Egyesült Államok megvétózta az ENSZ biztonsági tanácsülésén az újabb humanitárius tűzszünetet szorgalmazó határozattervezetet. A többi országnak is meg kell értenie, hogy nem lehet egyszerre támogatni a Hamász felszámolását, valamint ezzel egyidejűleg a háború végét is követelni. Ugyanis az lehetetlenné tenni az iszlamista szervezet megsemmisítését, fogalmazott az izraeli kormányfő. A zsidó állam hadserege felvételeket tett közzé arról, hogy az egyik elit egységük a Hamász fegyvereseivel harcol Gáza északi részén fekvő Jabaliában. A videón látható, hogy az izraeli csapatok tüzet nyitnak és gránátokat dobnak az épületbe, majd berontanak. A tájékoztatás szerint az ostromban két iszlamista terrorista életét vesztette. Közben a jemeni huszi lázadók megfenyegették az izraeli kikötők felé tartó hajókat a Vörös-tengeren. Ha a gázai övezetben nem jut el szükséges élelmiszer és gyógyszer, az izraeli kikötőkbe tartó minden hajó a Vörös-tengeren fegyveres erőink célpontjává válik, közölte Yahya Sari szóvivő. Az orosz és az egyiptomi elnök közben tűzszünetet sürget. A két államfő telefonon folytatott megbeszélést egymással, mely során megállapították, a fegyvernyugvás eléréséért a teljes nemzetközi közösségnek tennie kell. A nemzetközi közösség pedig próbált is tenni már, hiszen az ENSZ-ben, az Egyesült Nemzetek Szervezetében, a Biztonsági Tanácsban szavaztak már az azonnali tűzszünetről. 13 ország mellette volt, egy tartózkodott Nagy-Britannia, egy pedig vétózott az Egyesült Államok. Ezt már korábban említette itt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk ismételten a stúdióban. Jó reggelt kívánok. És holnap pedig a közgyűlés szavazhat majd ugyanebben a kérdéskörben. Egy picit boncolgassuk ezt, hogy mi is történt az NSBT-ben, mert hogy hivatalosan azt mondta az Amerikai Egyesült Államok, hogy nem volt kellően kiegyensúlyozott ez a javaslat, és hogy nem ítélte el a Hamaszt, illetve a Hamasznak azokat a cselekedeteit, amelyek ugye október 7-én kirobbantották tulajdonképpen ezt a háborút. Valóban is ez áll a háttérben, vagy van valami egészen más is? Papíron ez, és tökéletes a megfogalmazás. De a válasz az bármi lett volna a határozat tervezetben, az USA megvétózza, hiszen nyilvánvalóan most Izrael nem akar fegyverszünetet, mert folytatni akarja a háborút. Mi a problémám? Durván van 15 ezer halott eddig a gázai térségben, durván van 50 ezer sebesült. Elképesztően nagy a szám. Kimutatták azt, hogy a világ egyetlen háborúja ez, ahol civil áldozatok száma 60% fölött van. Tehát ilyen egyetlen helyi háborúban se volt, ilyen egyik világháborúban se volt, tehát ez egy szörnyű helyzet. A másik az, hogy amit Netanyahu mond, a katonai győzelem, ez elérhető, de ennek az ára őrületesen nagy lesz. Én reggeltől estig nézem a különböző hírcsatornákat. Rengeteg család van, ahol a család fele meghalt, eltűnt a gázai térségbe. Soha nem fognak megbocsájtani. Tehát a Hamas szét lehet verni, de ott van északon a Hezbollah, ott van a Cisziordánia meg nem oldott kérdése. Tehát amit a izraeli miniszterelnök mond, katonailag logikus, politikailag nem. Én nagyon sokszor elmondtam, Izrael eddig minden háborúját megnyerte, és minden békéjét elvesztette. Ugyanott vagyunk most is. Itt elhangzott nagyon sok minden. Mit mondott a orosz külügyminiszter Lavrov? Küldjünk megfigyelőket a gázai térségben. Netanyahu azonnal elítélte, hogy lehetetlen. A britek rendkívül óvatosak, szeretnék tartani a kapcsolatot mindenkivel. Az amerikaiak egyértelműen Izraelre tettek ebbe a konfliktusba, de ami rendkívül ritka, az Egyesült Államok nem szavazta meg a következő pénztömeget Izraelnek, és nagyon sok kérdésbe támadja Netanyahuékat. Mit mond Netanyahu? A gázai térségben hozzunk létre egy ütköző zónát. USA elítéli. Mit mond Netanyahu? Fegyverszünet nem.
USA ezt most még támogatja, egy idő után nem fogja. Már egyre több ország, az USA is azt mondja, a belgák azt mondják, a britek azt mondják, a németek azt mondják, hogy Cisjordániából meghatározott zsidó telepesek nem léphetnek be az USA, illetve az Unió területére, mert annyira kegyetlenkednek a palesztinokkal szembe. Tehát látszik, hogy ez a háború előhozza mindkét félből a legrosszabb emberi tulajdonságokat, és messze vagyunk a békétől. Tanár úr, mit is jelent pontosan az, hogy ütköző zóna? Azt jelenteni, hogy a két háborúzó fél közt létrehozok egy meghatározó szélességű zónát, ahol egyik sincs benne, ahol elküldök megfigyelő erőket, vagy bevonok ENSZ csapatokat, bárkit. Itt a probléma az, hogy az ENSZ döntő része is, tudom, hogy most lesz a szavazás, el fogja ítélni Izraelt. Tehát rendkívül kevés olyan erőt tud Izrael bevonni, de ebből soha nem lesz semmi, amely nem ítélni el Izraelt. Tehát az látszik, hogy ma a muzulmán országok, több mint 50, elítélik Izraelt. Európa jelentős része azt mondja, hogy Izraelnek joga van a védelemhez, de amit csinál a gázai térségben, az szörnyű. Nem véletlen az, hogy a török államfő azt mondja, hogy népirtást követel Netanyahu állítsák bíróság elé, ugyanúgy, hogy annak idején Miloseviczet. Tehát én azt mondtam hónapokkal ezelőtt itt, hogy Izrael mellett a világ 2-3 hétig lesz, utána a szimpátia meg fog változni, ez tökéletesen bejött. Ha megnézem, Izrael mellett vannak tüntetések, de a sokszorosa van a palesztinok mellett, tehát Izrael meg tudja nyerni a háborúját, de olyan mennyiségű elkeseredett ember lesz. Mit mond a Hamász? Hogy fiatalok támadjanak ezentúl Izrael északi részén. Mit mond a Hezbollah? Ő erről nem tud. Ebbre ne menjünk bele, mert ez megint játék a szavakkal és a lehetőségekkel. De az én fő problémám az, hogy a békétől távolodunk. Ha már említette Törökországot, akkor beszéljünk arra, hogy Antony Blinken amerikai külügyminiszter találkozott ugye a török külügyminiszterrel, illetve arab külügyminiszterekkel, és sok mindenről tárgyaltak, nyilvánvalóan szeretnék előmozdítani azért a tűzszünetet ott abban a régióban. Kinek az érdeke fog érvényesülni, illetve ki tudja inkább a saját érdekét érvényesíteni ebben a kérdéskörben, meg egyáltalán a Közel-Keleten, az Amerikai Egyesült Államok, Törökország, vagy ugye Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten pont a régióban járt és találkozott az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel, Szaúd-Arábiában a koronaherceggel. Például Oroszországnak mekkora szava lehet ott a régióban? Nagyon jó. Putyin útja nyilvánvalóan az orosz célokat szolgálja, ezért ment. Ön mondja, hogy koronaherceg, én azt mondom, igen, de ő a miniszterelnök. Mindenbe ő dönt. Itt egy egyszemélyi hatalom van Szaúd-Arábiában. Elkezdődött a közeledés Szaúd-Arábia, Törökország és Irán között, ez is egy érdekes kérdés. Mi volt a Putyin út lényege? Elvileg megtárgyalni a Közel-Keletet, megtárgyalni az orosz-ukrán háborút, és megtárgyalni a kőolaj és földgáz árát, hát ez orosz érdek. Az oroszok az elmúlt hónapokban több bevételhez jutottak kőolaj területén, mint korábban. Tehát máshogy fogalmazva, az a sapkapolitika, amit Európa hirdet, az ezen a területen is megbukott. A 12. szankciós csomag tökéletes bukás, tehát ez európai fura helyzetben van. Kinek mi a célja? Mi a török cél? Elfogadtatni azt, hogy nélkül rendezés a rendezési lehetőség a Közel- és Közép-Keleten nincs. Mi a török cél? Én addig zsarolom a nyugatos Svédországgal, amíg meg nem kapom az USA-tól a legmodernebb F-16-osokat és a svédek egyéb politikai kedvezményeket, többek között a kurd párttal, a PKK-val kapcsolatban nem tesznek. Mi az orosz cél? Amennyire lehet visszajátszani Oroszországot a Közel-Keletre, hiszen korábban szovjet flottabázis volt Szíriában, most orosz. Tele volt minden szovjet katonákkal. Ez megszűnt. Oroszok vannak Líbiába, Szíriába, de a számuk sokkal kisebb, mint a Szovjetunió idején volt. Ki képes békét csinálni? Csak az amerikaiak. De ez az amerikai politika hagyományosan Izrael barát, de nem feltétel nélkül. Már Obama esetében óriási viták voltak Izraelben, nem voltak hajlandók Obamát elfogadni, ez Obamát abszolút nem érdekelte, és mindig közölték, hogy ez Hussein Obama, nem ez volt a neve, de ennek most nincs jelentősége. Tehát máshogy fogalmazva, csak az USA képes békét teremteni erővel. Itt a szép szó nem használ, ha megnézem az Izrael körüli államokat, teljesen más céljaik vannak. Libanon szeretne egyben maradni, Szíria területének jelentős részét nem a központi kormány ellenőrzi, és Golánfenség izraeli megszállás alatt van. Jordánia. Hát a kérdés az, hogy mi lesz Cisjordánia jövője? Létrejön egy palesztin állam, visszaolvad Jordániába, Izrael része lesz, bármelyiket meg tudom indokolni. Most az a elmélet, hogy jöjjön létre két állami megoldás Abbas vezetésével. Jó, de Abbas öreg, beteg és gyenge. Mit mondott Abbas
két nappal ezelőtt, ha kírják a választásokat, és a Hamász győz, az a palesztin nép döntése, oké, de ezt a nyugat soha nem fogja elfogadni. Egyelejebb ott van Egyiptom, amelyik fegyverszünetet akar, mert nem akar több palesztin menekültet, nem akar a területére palesztinokat beengedni, mert félti Egyiptom rendkívül ingatag belső helyzetét, zárójel. Egyiptomban most van államfőválasztás, két nap múlva lesz vége, én most megmondom, hogy a jelenlegi államfő fog győzni, hát ez nem kétséges. De látszik az, hogy az egész térség rendkívül cseppfolyós. Azok a szerződések, amelyeket Izrael kötött az arab államokkal, arab államok ezt most a háború alatt félretették, Szaúd-Arábia bejelentett, hogy amíg háború van, nem tárgyal Izrael, a Jordánia minden szerződést fölfüggesztett és újra tárgyal, nagykövetét visszahívta. Tehát máshogy fogalmazva, itt csak az USA tud ma békét teremteni, de ebben nagyon komolyan bele tud játszani Törökország és Oroszország egyaránt minden létező irányba, és ezt mindenki tudja. Maradjunk akkor az Amerikai Egyesült Államok és Izrael kapcsolatánál. Ugye egyfelől teljes válszélességgel kiáll Izrael mellett az Amerikai Egyesült Államok, hiszen ugye az ENSZ biztonsági tanácsán tulajdonképpen megvétózta ezt a tűzszüneti javaslatot, de közben hezitál azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénzt, hogyan és mikor utalna ugye most, vagy adna segélyként kvázi Izrael számára egyfajta katonai támogatás gyanánt, ami megint csak egy ellentmondás ugye Amerika részéről, és közben ugye az arabokra, illetve az arabokat arra buzdítják az USA-ban, hogy majd a demokratákra szavazzanak. Szóval én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon összetett kérdés, és itt sem tudjuk egyértelműen azt mondani, hogy az Amerikai Egyesült Államokra abszolút számíthat Izrael hosszú távon is, hiszen már a háború kirobbanása óta tulajdonképpen bruttó két hónappal felmerültek nagyon komoly kérdések az Amerikai Egyesült Államokban. Önnek tökéletesen igaza van. Mi az USA elve? Izrael meg kell, hogy maradjon. Tehát amikor a palesztin tüntetők bárhol a világon azt mondják, hogy Palesztina a folyótól a tengerig lesz, máshogy fogalmazva, Izrael nem létezik, ez ma nyugat számára elfogadhatatlan. De nagyon sok minden a nyugat számára elfogadható. Nem hajlandó tudomásul venni azt, hogy Cisjordániában izraeliek kegyetlenkednek az ott élő palesztin lakossággal szembe. Nem hajlandó tudomásul venni Netanyahunak azt a tervét, hogy ő fogja ellenőrizni a biztonságot Gázába. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy jöjjön létre Gázába, Gáza területén ütköző vezet a palesztinok és Izrael között, ami lehetetlenné teszi a háborút. A háború bárhogy lehetséges, tehát ez elképzelésileg fura. Máshogy fogalmazva. A nagy kérdés az, hogy milyen izraeli kormány lesz a háború után, a nagy kérdés az, hogy mi az amerikai stratégiai cél, és ön tökéletesen mondta, miközben az USA-ba élő arabok döntő része a mostani vezetést, a demokrata pártot támogatja. Ennek is nagyon sok oka van, végig lehetne menni a történelmen. Tehát máshogy fogalmazva, az Egyesült Államok alapvető célja Izrael fennmaradása, de a mai izraeli politika jelentős részével nem hajlandó együttműködni. Ezzel együtt megszavazta a vétót a biztonsági tanácsban. Magyarázatot mindig lehet találni, ez nem probléma. Nem tűri el Izrael megsemmisítését, de nem tűri el Netanyahu túlkapásait sem. Ha már a telepeseket említette, akkor az nagyon érdekes, hogy lesz-e olyan, most ugye Joav Gallant védelmi miniszter bírálta a telepesek cselekedeteit, de hogy valóban lesz-e olyan politikus, aki ezt felvállalja és akár végig is viszi, hogy abban, ha nem is hátraarcot fog képviselni, de hogy megreformálja azt a kérdéskört, mert ugye emlékezhetünk Yitzhak Rabinra, volt miniszterelnökre, aki például ebben még Nobel-békedélyet is kapott, mert ugye annó meg tudott állapodni, még Yasser Arafattal. De végül egy szélsőséges izraeli megölte őt pont emiatt. Tehát, hogy odahaza egy ilyennek, hogyha a telepesek kérdésében valamelyik politikus hátraarcot mondana, van-e egyáltalán társadalmi bázisa, támogatottsága? Nagyon jó. Itt még egyet látni kell. Rengeteg tusz nem tért még vissza. Egy, életben vannak-e? Nem tudjuk. Hol vannak? Nem tudjuk. Kísérlet történt a kiszabadításukra, és sikertelen volt. Tehát ma Izraelbe forrong minden. Azt mondani, hogy a telepesek álljanak le, szörnyű nehéz. Én jól emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt az izraeli telepeseket kitelepítették Gázából vissza Izrael területére. Óriási volt a fölháborodás. Az egy más kérdés, hogy a Gázába hagyott gazdasági értékekkel a palesztinok jelentős része, hozzáteszem, sajnos nem tudott élni. Tehát most azt mondani, hogy Cisjordánia, ahol egymás mellett vannak arab és zsidó telepek, azt mondani, hogy álljanak le a kegyetlenkedéssel, azt fogják mondani, oké, de akkor álljon le a Hamász a gyilkosság. Ettől kezdve egy lépéssel nem mentünk előbbre. Tehát nyilvánvaló az, hogy kell egy olyan izraeli vezetés, amelyiknek súlya van, amely mögött ott áll az USA, lehetőleg jó pár nyugati ország, és azt mondja,
Eddig és nem tovább. Nem a palesztin nép az ellenségem, nem kell a palesztinokkal kegyetlenkedni. A Hamas az ellenségem, és a Hamaszt felszámolják. Ha megnézem, a Hamas parancsnokainak több mint a felét likvidálták. Oké, de a Hamas két legfontosabb parancsnoka menekültáborba született, ami az egész életét meghatározta. A palesztin nép jelentős részét elűzték, magától is elment rengeteg, ez is a történelem része. De a palesztinok jelentős része számára Izrael mai formájában elfogadhatatlan. Hol lesz a kompromisszum? Ez egy sikeres diplomácia kellene. Hát ha megnézem, hogy mit tett annak idején Golda Meir, hogy mit tett Izraelé, majd végül megbukik 50 évvel ezelőtt a Jom Kippur háború után Rabin. Igen, ő hitt a békébe. Igen, de őt meg meggyilkolták. Béke Nobel-díj. Igen, megkapta. De megkapta a Béke Nobel-díjat Kissinger is, nem a közel-keletért, bár azért megérdemelte volna, hanem Vietnamért, amiért nem érdemelte meg, de ez egy megint más kérdés. Tehát itt ma egy alapvető átgondolás kellene arab részről, izraeli részről. Én ezt az átgondolást jelenleg nem látom. Sőt, én abban is problémát látok, és nem tudom, hogy tanár úr egyetérte velem, hogy tulajdonképpen ezzel a mostani konfliktussal nem lesz megoldva a Hamasznak a kérdése. Mert ugye minden terrorszervezet egyfajta sejtként működik, illetve egy több sejtként működik, és most lehet, hogy a Hamaszt itt most gyakorlatilag ebben a térségben likvidálni tudják, de összességében ugye a vezetőkről tudjuk, hogy egyébként Katarban tartózkodnak, és nem tudjuk, hogy a Hamasznak a többi kis sejtcsoportja a világ mely részén van most éppen, és milyen akcióra készül. Tökéletes. A válaszom az, hogy így van, a Hamas gázai részét föl lehet számolni óriási áldozatokkal. Hát közé tették, hogy eddig hány zsidó halt meg a harcokban, hány zsidó halt meg a október 7-i háború kitörése óta, hány sebesült van izraeli részről. A problémám az, hogy ha szétverik a Hamaszt itt, akkor újra születik, lehet, hogy más néven, de ugyanez meg lesz. Rengeteg palesztin van, akinek megölték a családját, aki kész arra, hogy az életét adja a palesztinok vélt vagy valós ügyeiért. Ez a problémám. Tehát nem látom a megoldást. Még egyszer elmondtam pár perce, katonailag Izrael tud győzni, politikailag erre nincs meg az esélye, és az arab világ, valamint a muzulmán világ ma szemben áll Izrael sokkal jobban, mint október 7-e a háború kezdete előtt. Szóba került már itt ugye az amerikai költségvetés és Izrael támogatása, igen, is ezáltal, meg Ukrajna támogatása, igen, is. Ugye Washington a kongresszus megkerülésével fegyvereket adott Izraelnek, méghozzá 14 ezer harckocsi lövedék eladását hagyták ugye jóvá, és ezt a döntést Anthony Blinken külügyminiszter meg is védte ugye a kormány részéről. Hát próbáljon nem megvédeni. Próbáljon nem megvédeni. Na most valami hasonló az előfordulhat-e Ukrajna esetében is, mert ugye ott egyelőre az a nagy probléma, hogy nem tudják azt a csomagot keresztül vinni a demokraták, hogyha ugye úgy nézzük Ukrajna számára a nagy probléma, amelyben támogatnák Ukrajnát, meg Izraelt, meg egyébként még Tajvan is benne van, mert hogy olyan különböző dolgokhoz kötik a republikánusok, mint például az ottani amerikai határvédelem kérdésköre. Na most akkor előfordult-e az, hogy ugyanúgy, ahogy Izraelt azért megpróbálja kerülőtakon támogatni a kormányzat, akkor ezt az amerikaiak keresztül viszik, illetve egyáltalán meg fog tudni állapodni a republikánus, illetve a demokrata párt ebben a csomagban valamilyen szinten? Hát ez egymillió dolláros kérdés lenne, ha az USA-ban lennénk. Mi a republikánus követelés? Zárják le a déli határt. Mexikónál miért? Hát hírcsatornákat nézek, elképesztő mennyiségű ember áll az amerikai-mexikói határ mexikói oldalán, és várják a bebocsájtást. Oké, de hát az USA jelentős részben nem akarja őket bebocsájtani. Mi volt a kezdeti demokrata politika? Mindenkit várunk. Mi a mostani politika? Nem várunk, mert nincs rájuk szükség. Igen, de hát ez kérdés. A republikánusok, akik ma nyerésre állnak, de nem ma lesz a választás, hanem jövő novemberben, azt mondják, ha az USA zárja a déli határt, akkor megszavazzuk azt, hogy Egyesült Államok továbbra is fegyvert szállítson Izraelnek, stb. Ki lehet játszani? Hát hogy ne lehetne? Hát egy harmadik országot közbeiktatok, és abban a pillanatban ezt ki tudom játszani, de nem ebben a mértékben. Izrael kapott többek között 100 bunkerromboló bombát, amelyeket a Hamas ellen bevetettek. De más nagyságrend Ukrajna, más nagyságrend Izrael, és a USA számára Izrael létfontosságú kérdés, Ukrajna nem. Zelenszkijnek látni kell, elnézést. Zelenszkij most elment az argentin elnök beiktatására. Onnan hova megy? Washingtonban. Mit csinál? Könyörög és kér. Minden útján Zelenszkij első részben elmondja, hogy köszönöm, a második részben elmondja, hogy mit kér. Nyilvánvaló az USA számára kulcskérdés a három térség támogatása.
támogatása, ebből Izrael létkérdés, Ukrajna is fontos, Tajván is fontos, de ez csak akkor kapja meg a republikánusoktól a mai helyzet szerint, ha vállalja a déli határkerítés további építését, magyarul a Trump-féle politika folytatását. Nem véletlen, hogy Trump a népszerűbb az USA-ban, mint Biden, de még egyszer, a választás 11 hónap múlva lesz, tehát hogy mi van ma, ennek igazi jelentősége nincs. És akkor maradjunk a támogatásnál. Nem tudom, hogy mennyire tudom azt mondani, hogy egyértelmű azoknál az országoknál a további támogatása Ukrajnának, akik eddig is próbálták fegyverekkel és ugye pénzösszeggel támogatni ezt a fajta orosz-ukrán konfliktust. Németország 25 milliárd euróval biztosítja továbbra is, hogy Ukrajna tulajdonképpen háborúban maradhasson, de Ukrajnának a háborúban maradásának az egyik szerintem kulcsország az nyilván az Amerikai Egyesült Államok. Hogy áll most Nyugat-Európa az orosz-ukrán konfliktushoz? Mennyire maradtak biztosak ezek az országok a támogatást, tehát a Ukrajna féle támogatásokkal kapcsolatban? Egy, Nyugat-Európa mozgástere kicsit, kettő, mondta 25 milliárd eurót, igen, eddig ennyit adott Németország. Jövőre ígért 8 milliárdot, ezt visszavették 4-re, tehát már a felére. Következő. Hát én nagyon szégyellem, Németországban hárompárti kormány van, és ez a három párt vezetői semmiben nem tudtak tegnap megállapodni, és ma újabb rendkívüli ülése lesz a szociáldemokratáknak, tehát Scholznak, a liberálisoknak, tehát Linnernek és a zöldeknek. Hát a zöldeket a Habeck képviseli, aki alkancellár. Nem tudtak megállapodni, nem Ukrajnába, semmibe. Tehát nagyon-nagyon komoly problémák vannak Németországban. Rengeteg kérdés merül föl a német politikáról, de ez most ide ilyen értelemben nem ide tartozó. Ezzel együtt a németek a legfontosabb ukrán követelést mindmáig nem teljesítették, hogy olyan rakétákat adjanak be, át, amelyekkel Oroszország belsejébe be tudnak lőni, ezek a Taurus rakéták, Németország erre eddig nem hajlandó. Nyugat-Európa ingadozik ezekbe a kérdésekbe, és látszik azt, hogy a fegyverkészletek jelentős része kimerült. A legmodernebb fegyvereket senki nem akarja odaadni Ukrajnának. Egy, nem tudják kezelni, kettő, ellopják, három, megszerzik az oroszok. Tehát rengeteg a probléma. Ma már fölmerültek, előjöttek a nyugati fegyverek a Közel-Keleten, Közép-Keleten, Európába, Gázába, tehát látszik, hogy Ukrajna nem tudja és nem is akarja ezeket a fegyvereket kontrollálni. Számukra az, hogy továbbadják és ebből bevételük van, ez egy rendkívül fontos dolog. Az például szintén belejátszik ebbe a döntésbe, hogy a Bundeswehr egyik főparancsnoka, Karsten Breyer arról beszélt, hogy egy napon bizony Németországnak védelmi háborút kell majd folytatnia Oroszországgal szemben. Valószínűleg erre kényszerülünk, ezt mondta egészen konkrétan, de hogy meg tudjuk védeni magunkat és meg is fogjuk, ahhoz például szükség van azokra a fegyverekre, amiket még nem adtak át, megfejleszteni kéne azt a hadsereget. Hát... Én elvégeztem a Német Vezérkari Akadémia, a Németül Führungszakadémia egy kurzusát Hamburgba, fantasztikus volt. Minden tiszteletem, a német négycsillagos tábornokok jelentős része Budapesten az én vendégem volt. Amit ez a tábornok úr mond, azzal nem értek egyet. Ma egy orosz-német háború nincs napirenden, ma egy orosz-német kibékülés van napirenden, amit mindenki rendkívül óvatosan kezel, hogy az északi áramlat 1-2-t be kell újraindítani, ahogy a háború vége ezt lehetővé teszi, és szó nincs háborúról. Német-orosz háború egyébként sem létezne, hanem egy NATO-orosz háború létezne, de ezt úgy hívjuk, hogy harmadik világháború. Tehát minden tiszteletem ezért a tábornoké, de ebben a kérdésben más a véleményem. Mennyire lehet napirenden Ukrajna újjáépítésének a terve? Ezt azért kérdezem, mert Soros György fia, Alex Soros ugye találkozott Olena Zelenszkával, és ez már nem az első olyan ukrán látogatása, ahol felmerülhet az a kérdés, hogy mennyire szeretnének ők a húsos fazék közelében lenni és maradni. Elindulhattak már erről, gondolom, az egyeztetések. Hol tarthat ez most ez az ügy? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy az Egyesült Államok leosztotta, hogy kiépíti újra Ukrajnát. Egy amerikai cég kapja meg a feladatokat, és ő fogja továbbadni. Erre egy nagyon csúnya példát, hogy miak volt egyszer egy jugoszláv háború, ahol Magyarország szentül hitte, hogy a szegedi folyamatban mi annyi mindenbe segítünk. Az amerikaiaknak a akkori katonai felderítő hivatal átad meghatározó információkat. Mi ebbe a újjáépítésbe részt veszünk.
szóban nem jöttünk. Tehát ma, amikor újjáépítés lesz, az amerikaiak fogják eldönteni, hogy ki mennyit kap a húsos fazékból, és azt is, hogy Európának ebben milyen szerepe lesz. Annyit látni kell, hogy a legfontosabb földterületek jelentős részét külföldiek fölvásárolták, ami Ukrajnába érték jelentős része már nem ukrán kézen van, ami szörnyű nehéz lesz, mert a háború után az ukrán katona hazamegy, és meg fogja érteni azt, hogy a mérő harcolt Ukrajnáért, az nem abban a formában létezik, ahogy ő gondolta. Új helyzet lesz. Folytassuk Ukrajna kérdésével, és most jön egy nyelvtörvénnyel kapcsolatos összeállítás. Elfogadta a nemzeti kisebbségek jogairól és a korrupció elleni harcról szóló új törvényt az ukrán parlament. A módosítás lehetővé teszi a középiskola végéig az anyanyelvű, így a magyar nyelvű tanulást is. Volodymyr Zelenszkij elnök szerint az új jogszabállyal Ukrajna mindent megtett, amit elvártak Kijevtől. A bizottság előterjesztette, hogy kezdjük meg a tárgyalásokat Ukrajna tagságáról. De ez számos tagállam érdekével nem esik egybe, a magyaréval biztosan nem. És mi elég jó állapotban vagyunk az, hogy elismerjük mondani. Orbán Viktor miniszterelnök többször is figyelmeztetett arra, hogy egyéb okok mellett a nyelvtörvény miatt sincs esélye Ukrajnának, hogy az Európai Unió tagja legyen. Az ukrán parlament, az ukrán adminisztráció lépésről lépésre sértette meg, és vette el a magyar nemzeti közösség jogait. Az elmúlt években szinte nem volt olyan hét, hogy a magyar kormány ne tette volna szóvá, hogy a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök által aláírt nyelvtörvény súlyosan sérti az országban élő kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ennek leglátványosabb kifejeződése az oktatás területén, valamint a kultúra és a közigazgatás területén jött létre, ahol a magyar nemzeti közösségtől folyamatosan vették el az anyanyelv használatához fűződő jogokat. Ugye korábban a kárpátaljai magyar nemzeti közösség tagjainak joguk volt ahhoz, hogy anyanyelvükön magyarul tanuljanak. A kijevi parlament végül kénytelen volt változtatni a jogszabályon, bár az ukrán nyelv és irodalom továbbra is kötelező marad, azon kívül bármilyen tantárgyat oktathatnak a kisebbségi nyelveken, kivéve az oroszt. Magyarország azonban továbbra sem támogatja Ukrajna EU csatlakozását, jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója, és ennek több oka is van. Például az, hogy korábbi tagországok, beleértve hazánkat is, éveket dolgoztak azon, hogy az unió tagjai lehessenek, fogalmazott Hollik István. Az elmúlt két évben Ukrajna több pénzt kapott Brüsszelből, mint Horvátország, Szlovénia és Magyarország összesen az elmúlt hét évben. De ez a pénz semmit nem változtatott meg. Továbbra sincs béke, a harctéren pedig tovább folyik az öldöklés. 3. Ha Ukrajna belép az Európai Unióba, szinte biztos, hogy minden ország nettó befizetővé válik. Ez azt jelenti, hogy senki nem kapna unió támogatást. Volodymyr Zelenszkij szerint az új kisebbségi törvénnyel Ukrajna mindent megtett, amit elvártak Kijevtől. A törvényhozás a korrupció elleni harcról szóló új törvényt is elfogadta. Több dolgot is lehetett látni ebben az összeállításban és hallani, és nem csak Hollik István, hanem korábban Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt, ugye, meg ebben az összeállításban is beszélt arról, a kisebbségi törvényen túl, hogy egyáltalán Ukrajna EU csatlakozása, hogyha terítéken van, ennek ugye a gazdasági vetületei nagyon érdekesek, amely ebben az anyagban is benne volt, hogy az mivel járhat a több Európai Uniós ország számára. Illetve a másik, ami nagyon fontos és sarkalatos pont, hogy egyszerűen nem hajlandó tárgyalni sem egyelőre Ukrajna a békéről, már pedig Magyarország álláspontja az elejétől kezdve az, hogy már pedig békére van szükség. Hogyha úgy most megnézzük, és Európai Uniós távlatból, vagy akár világtávlatból tekintjük ezt az Európai Uniós csatlakozását Ukrajnának, akkor kinek mi az érdeke, és ki milyen álláspontot képvisel ebben a kérdésben, hogyha megnézzük ezek a legfontosabb aspektusokat? Egyesült Államok alapvető célja, hogy Ukrajnát vegyék fel az Európai Unióba, mert ettől kezdve Európa annyit gyengül, hogy az USA fölénye sokkal nagyobb lesz, mint most. Európai Unió rendkívül nehéz helyzetben van, mert a von der Leyen, nem akarok durva lenni, megkérdőjelezhető, hogy európai érdeket képvisele. Jó pár európai ország lakossága ugyanazt mondja, amit a magyar vezetés, hogy Ukrajna nem érett meg arra, hogy fölvegyék, kezdődjenek meg a tárgyalások, különböző módokon erre Orbán Viktor miniszterelnök tett javaslatokat, de az, hogy beelőzze többek közt a balkáni országokat, amelyek évek óta tárgyalnak, és meghatározott szinten vannak, és egy gyorsított eljárásba fölvenni azt az Ukrajnát, amelyik nem tudjuk mennyi a lakossága, semmit nem tudunk róla. Azt tudjuk, hogy mekkora a területe, azt sem tudjuk, hol lesznek a határai.
Én mindig elmondom, egyetemi tanár mondhatok ilyet, hogy a keleti határairól vita van. Tessék mondani, milyenek lesznek a ukrán-lengyel határok, az ukrán-román határok és nagyon sok egyéb. Tehát az látszik, hogy Zelenszkij versenyt fut az idővel, bármi áron el akarja érni, hogy Ukrajnával most megkezdődjenek a tárgyalások. Szerintem a magyar vétó miatt nem fognak megtörténni. Ha megnézem azt, hogy a miniszterelnök a Macronnal tárgyalt, ahol mind a két fél kifejtette álláspontját, és látszott azt, hogy a két fél közt melyek a közös pontok, és melyek a különböző pontok, ha megnézem a most elfogadott ukrán törvényeket, amelyek kevesebbet nyújtanak, mint 2015 előtt a kisebbségnek, ha megnézem azt, hogy ezek a törvények azért nagyon csúnyák, mert mit mond, csak azokkal a kisebbségekkel hajlandó tárgyalni, amelyeknek anya országa van az Unióban, mondjuk ki magyarul, újabb orosz ellenes törvényeket hoznak, ezt Moszkva megint nem fogja lenyelni. Tehát a ukrán politikában kettőség megy tovább, én nem látom a realitását annak, hogy ezt az Ukrajnát most gyorsított eljárással föl kellene venni. Innen folytatjuk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Eredetileg a szünet után Kis Rajmund érkezett volna hozzánk, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyvezetője. Lebetegedett, jobbulást kívánunk neki, de maradt tehát tanár úr, és innen folytatjuk, úgyhogy ne menjenek sehova, maradjanak velünk továbbra is. Folytatjuk műsorunkat, köszöntjük azokat, akik újonnan csatlakoztak be a napindítóba. Itt vagyunk Perjesi Tamás kollégámmal, én Zavaros Eszter vagyok, és továbbra is itt van velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Vasárnap iktatták be Argentina legújabb elnökét, akit Donald Trumphoz és Jair Bolsonarohoz szoktak hasonlítani. A beiktatáson több ország vezetője is részt vett, többek között Orbán Viktor miniszterelnök, és ott volt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is. A két vezető pedig találkozott egymással, és beszélgettek is. Mi hangzott el pontosan? És mit tudunk az új argentin elnökről? Kezdjük ott, hogy Argentina a világ egyik legeladósodottabb országa, fantasztikus lehetőségei vannak. Ha lenne idő végigmenni az argentin történelembe, jó párszor jobban állt, mint a nagyhatalmak. Ennek vége. Óriási a korrupció, óriási az infláció. Ami rendkívül érdekes, hogy Argentinában én voltam ott. A lakosság beszél angolul, egyel arrébb, a volt portugál gyarmat Brazíliában szinte senki, vagy rendkívül kevesen. Óriásiak a lehetőségek. A földterület jelentős részét amerikaiak fölvásárolták, az állattartás jelentős része amerikai kézen van, és jött egy olyan keményen jobboldali vezető, aki azt mondta, hogy ő nem fogadja el, hogy a argentin pénz megy a levesbe, nem fogadja el, hogy ne lehessen argentin pénzzel a világon fizetni, ő ezt a pénzt összehozza a dollárral, ő új pénzpolitikát vezet be, és vállalja azt, hogy Argentinát a régi fényébe viszi vissza. Ez a rövid történet. Amit meghirdetett politikailag, az közel áll a nemrég a Brazíliában újra nem választott elnök Bolsonarohoz, de Bolsonaro készül a visszatérésre, és most választások lesznek Brazíliában, és látszik azt, hogy ez a koncepció, amit mond, jó pár európai országgal szimpátiát váltott ki, jó pár európai vezető elment a beiktatására. Zelenszkij, amennyire fel lehet fogni, döntően nem ezért ment oda, hanem azért, hogy a magyar miniszterelnököt meggyőzze, hogy a Európai Unió soron következő ülésén támogassa azt, hogy Ukrajnával elkezdődhessenek a tárgyalások. Orbán Viktor egy rendkívül korrekt választ adott, amikor azt mondta, hogy Európai Unióban tárgyalások vannak arról, hogy milyen lesz a jövő. Számomra egyértelmű, hogy Zelenszkij mindent megtesz, hogy otthon ne szenvedjen vereséget. Ez kevés, nem tudja elérni nagy valószínűséggel, hogy az Európai Unió elkezdje vele a tárgyalásokat. Ha egyhangú döntés lesz, akkor a magyarokat nem tudja meggyőzni. Zárójel, jó pár ország gondolja ugyanúgy, ahogy a magyarok. Az egy más kérdés, hogy ennek milyen következménye lesz. Még néhány napig a lengyel kormány működik, utána jön egy négypárti koalíció valószínűleg Tusk vezetésével, a mostani lengyel kormány hasonló nézeteket van, mint Magyarország, hogy fog szavazni, ezt én Budapestről megmondani nem tudom. De mégis, hogyha megnézzük, ugye, hogy az EU csúcson, akkor mi lesz a vége az Ukrajna témának? Mert hogy ugye, amit ön is mondott, Európai Uniós csatlakozás, itt a szerződések, hogy megindítsák-e a folyamatot, stratégiai együttműködés legyen, minek van a legnagyobb realitása, amire akár végül mindenki rá is bólinthat. Olyan most nincs, amire mindenki rá bólintana, így nyilvánvaló a többség azt szeretné, hogy elkezdődjenek a tárgyalások Ukrajnával. Ez ma gyakorlatilag lehetetlen. Ukrán politika rengeteg dolgot megtett, de sokkal kevesebbet, mint ami az elvárás volt. Tehát én el tudok képzelni egy stratégiai együttműködést, ahogy a magyar miniszterelnök javasolta.
Ehhez Európának tudomásul kell venni, hogy a magyar vétót nem tudja megváltoztatni, tehát máshogy fogalmazva nyilván mindenki abból indul ki, akkor jön egy kompromisszum. A kompromisszum csak olyan lehet, ami Magyarország számára elfogadható. Ha megnézem, a lengyelek a határon már leállítják a ukrán kamionokat, a szlovákok igen, a magyarok igen, tehát minél közelebb van valaki Ukrajnához, annál inkább látja a realitásokat, hogy más, amit mondanak és más, amit csinálnak. Eltekintve ugye az ukrán ország, tehát Ukrajnának a körülményeitől, mint a teljes korrupció, ugye az eladósodás, stb. Rengeteg minden, ugye nem tudjuk, hogy pontosan hányan laknak Ukrajnában, a területi integritásait sem tudjuk pontosan. Egyébként van-e olyan európai szabályzat, ha van, és az miről szól pontosan? Egy háborúban álló országot felvehet az európai közösség az országai közé? A válasz az, hogy erre szabályzat a NATO-ban van, hogy nem lehet fölvenni. Ukrajna nagyon szeretne természetesen a NATO-ba is belépni. Az Európai Unióban erre nem volt példa. Tehát magyarul Európai Unióban precedens sincs arra, hogy egy háborúzó országot fölvegyek, ráadásul egy olyan országot, amelyik a háborját nem tudja megnyerni. Én jelezni szeretném, hogy az elmúlt 48 órában Stoltenberg azt mondta a NATO főtitkár, hogy Ukrajna nem tud nyerni, és nagyon nehéz helyzetben van, ha nem kap újabb amerikai támogatást. Tehát én nagyon sajnálom, hogy most mindenki azt mondja, amit én mondok másfél éve, hogy ebben a háborúban csak fegyverszünet és béke lehet. Ezt a háborút Ukrajna bármekkora támogatást kap, nem nyeri meg. Olyan orosz mennyiségi és minőségi fölény van a harckocsiknál, a légierőnél, a tüzérségnél. Ha kap újabb 20 harckocsit, akkor sem történik semmi, akkor sem fordul meg a két fél közti alapvetően oroszok számára előnyös erőviszony. Említette még az előző részben, hogy Ursula von der Leyennek érdeke az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozzon Ukrajna, és ugye ott említette, hogy mert hogy ez egybeesik egyébként az Amerikai Egyesült Államok érdekével, de hogy egyébként az Európai Uniónak nem biztos, hogyha megvizsgáljuk ugye több aspektusból ezt a kérdéskört, akkor pont az érdeke lenne. Ursula von der Leyen miért képviseli ilyen erőteljesen ezt az álláspontot? Hát nem merem azt mondani, hogy az üléspontja meghatározza az álláspontját, plusz ő most gondolkodik, hogy jövőre mi akar lenni NATO főtitkár, vagy pedig marad az Európai Unió élén. Ahhoz, hogy NATO főtitkár legyen, az abszolút amerikai támogatás kell. Ezt megkapja. Az Európai Unióban is valószínűleg megválasztják, de ez egy nagyon nehéz dolog, mert itt a különböző frakciók közti kompromisszum lesz. Én jelezni szeretném, hogy előző választásokon a Fidesz szavazatai nélkül nem lett volna a többsége, így megkapta. Az egy más kérdés, hogy sajnos nem azt csinálta, amit Európa elvárt volna tőle, egy erős európai érdekképviseletet. Ennek is rengeteg oka van. Eltűntek SMS-ek, amelyekben sok milliárd dollári amerikai vakcinákat rendelt, és nagyon sok furcsaság van Brüsszelben. Többek közt az, hogy a korrupcióval vádolt emberek részt vetnek újra az Európai Unió ülésein, tehát nagyon sok minden nem stimmel Brüsszelbe, meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Én személy szerint azt várom, hogy Európa jobbra megy, de nem olyan mértékben, mint ahogy sokan elvágyák. Nyugat-Európában a lakosság nem kapja meg a valós információkat. Én mindig elmondom, hogy reggeltől estig a német köztévét nézem, egyszerűen nincs meg az a mozgástér, ami még a magyar sajtóban is megvan. Még egy dolgot mindenféleképpen vegyünk górcsorra, mivel szólítanánk Dunda György tudósítónkat, és ő pont ezzel a témával fog kezdeni, és részben már utalt rá, ugye az EU csatlakozásnak nagyon fontos kérdésköre Ukrajna szempontjából, ami a magyar érdeket tekint, ugye a kisebbségi törvény, és hogy a kisebbségi törvényben módosítottak most az ukránok, az ukrán parlament el is fogadta, de ez a mértékű módosítás, ugye ön már utalt rá, hogy ez nem elegendő. Ezt egy picit bővebben fejtse ki nekünk. Gyakorlatilag Ukrajnában rengeteg joga volt a kisebbségeknek 2015-ig. Azóta ezeket fokozatosan felszámolták. Most egy részét próbálják visszaadni. Én jelezni szeretném, hogy Ukrajnában rengeteg kisebbség él. Lengyelek, románok, görögök is lehet sorolni. A legnagyobb kisebbségről, az ott élő oroszokról nem hajlandóak tudomást venni. Nyilvánvaló ez Oroszország számára elfogadhatatlan. Most Ukrajna mindent megtesz az oroszok ellen a nemzetközi piacokon. Újabb szankciós csomag. Oroszok ne tudjanak gyémántot eladni. Oké, eladják máshova is, néhány százalék különbséggel visszamegy a belga piacokra. Tehát nem értem az ukrán politikát, mintha dühből politizálnának, és ez nem megy. A kisebbségekkel szemben meghozott intézkedések, elnézést. Magyarok jelentős része elmenekült vagy elüldözték. A magyarok házaiba az esetek jelentős részébe Kárpátalján ukránok költöztek be.
Nekem nagyon furcsa volt, hogy a beregszászi polgármester azt mondta, hogy értsen meg, ha nem emel ukrán hősi emlékművet, lerombolják ott lévő magyar emlékműveket. Tehát nagyon furcsa ez a ukrán politika. Próbál változtatni. Az én megítélésem szerint ezek a változtatások egy célt szolgálnak, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások Brüsszellel, és valós stratégiai áttörés nincs. Én fenntartom azt, hogy Ukrajna a világ egyik legkorruptabb országa, ezen változtatni akkor se lehet, a korrupció ellenes törvényt hoztak. Nyilván, aki Zelenszkijel szemben áll, arra rá fogják sütni, hogy korrupt, letartóztatják, előzik, mit tudom én, mit csinálnak vele, de az ukrán politika lényegileg ugyanazokat az elemeket tartalmazza. Nógrád György, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen hosszú időn keresztül most itt volt velünk, most pedig kapcsoljuk Dunda Györgyöt Kárpátaljáról. Ugye volt egy mezőkasszonyi termárfürdőben egy bizonyos incidens, egy erőszakos mozgósításról, hatalmas most már ebből a felháborodás. Gyuri, hol tart most ez az ügy? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Igen, ugye ez múlt hét végén történt ez az eset, és már ezt is megelőzték olyan akciók, amikor a hat köteleseket kereső bizottságokat toborzó tisztek különböző edzőtermekbe, szanatóriumokba tűntek föl, viszont a mezőkasszonyi termálfürdőben történtek, hát nagyon kiverték a biztosítékot itt Kárpátalján. Az üdülőtelep vezetősége kiadott egy nyilatkozatot, aminek az a címe, hogy a kárpátaljaiak nem állatok. Ebben a nyilatkozatban leírják, hogy egészen megdöbbentő volt a állarcban gépfegyverrel megjelenő katonák látványa, akik a szaunában, a medencében fürdőzőket gyakorlatilag kiterelték, sokakat az utcára vittek ki, és itt nők, gyerekek, időskorúak is voltak, ráadásul olyanok, akiknek a gyermekei, férjeik, édesapjaik, gyerekeik esetében ugye a fronton teljesítenek most is szolgálatot, és a látogatóknak mindössze az ötöde volt egyébként hadköteles korú férfi, és maga a katonai ügyészség ismerte el később, hogy mindössze két hadkötelezettség elől bujkáló férfit, hadköteles korú férfit tudtak előállítani az akció során, viszont maga az akciót, azt a társadalom, az emberek nagyon elítélték. Még csak Fegyér Sándor, ugye az Ukrajna által kijelölt új magyarországi nagykövet is, aki jelenleg még mindig az ukrán hadsereg kötelékében szolgál, nem foglalt el továbbra sem budapesti állomásait. Ő is azt mondta, hogy megengedhetetlenek az ilyen akciók, és hát ez nem hogy a mozgósítás népszerűségét, hanem pont ellenkezőleg abszolút kontraproduktív, és arra is fölhívta a figyelmet, hogy a mezőkasszonyi üdülőtelep, amely Beregszász közelében található, ennek a vezetősége nagyon sok mindennel segítette a fronton szolgáló kárpátaljai alakulatokat, és nagyon sok sebesült katonát is ellátnak itt rehabilitáció céljából ebben a kaszonyi üdülőtelepen. Egyébként is az kijelenthető, hogy az erőszakos mozgósítást egyre nehezebben tolerálják az emberek, és egyre inkább egyfajta büntetésnek, egyfajta kényszernek fogják fel azt, ha katonának kell állni. Ami nyilván, hiszen ezt hadvezetők mondják, nagyon kontraproduktív, hiszen a hatékonyságról ebben az esetekben nem igazán beszélhetünk a frontvonalban, akit ilyen módszerrel visznek el katonának. Na és akkor beszéljünk arról a bizonyos kisebbségi törvényről, melynek módosítását pénteken fogadta el az ukrán parlament, és ugye szintén szavaztak a korrupció elleni harcról. Arra kérnélek szépen, hogy említsd meg nekünk, mik a legfontosabb részletei ezeknek a törvényeknek. Ez egy ilyen kerettörvény, ami azért érdekes, mert Ukrajnában 6-7 különböző törvény szabályozza a kisebbségek jogait. Az oktatásról szóló törvény, amit még ugye 2017-ben fogadtak el, a nyelvtörvény, amit 2019-ben fogadtak el, a nemzeti kisebbségekről szóló törvény tavaly ilyenkor decemberben fogadták el, és egy sor más ilyen jogszabály van. Ez a kerettörvény, amit pénteken elfogadtak, ennek az a lényege, hogy egyszerre 7 törvényben eszközöl módosítás, de ezen módosításokra is egy fél éves időtartamat ír elő. Ez a jogszabály olyan életbe lépett, hogy a gyakorlatban az elébb felsorolt és más jogszabályok is módosuljanak. Ez egyik napról a másikra nem történik meg. Erre még, mint említettem, akár 6 hónapot is várni kell, illetve a másik kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan fog működni. Az tény, és ezt a kárpátaljai magyarság szervezetek is elismerik, hogy 2017 óta ez az első előremutató kezdeményezés pozitívan értékelhető lépés a kijevi kormány
kormányzat részéről, hiszen a 2014-es Euromajdan után mindvégig jogszűkítő gyakorlatnak lehettünk a tanúi itt Kárpátalján, illetve országosan más kisebbségek is, hiszen mindenkit egyaránt érintett az ellehetetlenítés. Most valóban egy határozott és jó irányba mutató elmozdulás történik, hiszen az egyik legfontosabb tétele ezen módosításoknak, hogy az oktatásban, a középiskolai oktatásban eltörölnék a nyelvi kvótákat, így továbbra is magyar tannyelvű lehetne a teljes iskolai menet első osztálytól 11. osztályig. Csupán az ukrán nyelvet, ukrán irodalmat és az ukrán történelmet oktatnák ukránul, nyilván ez belefér. A magárintézmények felsőoktatás esetében egyedül választhatják meg az oktatás nyelvét, ez nagyon fontos ugye a kárpátaljai magyar főiskola esetében, hogy milyen lesz a felsőoktatás nyelve. Ugyanakkor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség illetékesei, illetve a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség vezetője, Orosz Ildikó is arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a törvényhozói szándék előremutató, de azért nem teljes mértékben állnak vissza azok a jogok, amelyet 2015 óta módszeresen felsoroltak. Például korábban önálló magyar választókerület is rendelkezésre áll, tehát a kárpátaljai magyar kisebbség akár parlamenti képviselőt is delegálhatna a törvényhozásba. Ezt a lehetőséget továbbra sem biztosítják a most elfogadott módosítások, illetve korábban szó volt arról, hogy kétnyelvűek lehetnének a személyi okmányok, erről sincs szó. A választási eljárás bizonyos részeiben is magyar szavazócédulák például és sok más kérdés nem egyértelműen ír körül ez a törvény. Illetve van benne egy olyan passzus, hogy ahol egy tömbben 15%-ot tesz ki a nemzeti kisebbség aránya, ott járnának a megkülönböztetett kisebbségi jogok, de az sem egyértelmű még, hogy ezek alanyi jogon járnak, vagy a helyi önkormányzatoknak erről dönteniük kell, hogy járhassanak ezek a plusz jogok. Ugye nyilván ez is egy részletkérdés, de elképesztően fontos részletkérdés. Korábban a KMKS részéről elhangzott, hogy 80%-ban megfelelő és valóban jó ez a törvénykezés, de azért még bőven akad pótolni való, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség visszakapja teljes jogokat, amit elvettek. Illetve van még egy fontos dolog, amit már politikai hírmagyarázók tesznek hozzá ehhez az egészhez, hogy az is nagyon érdekes, nyilván ezt az Európai Tanács nyomására annak reményében, hogy Ukrajna elkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, ezért változtattak a törvényeken, nem a kárpátaljai magyar kisebbség nyomására tették ezt. Viszont ami fontos, hogy ugyanaz a politikai elit, ugyanazok a képviselők próbálják most visszarendezni a kisebbségi jogokat, akik az elmúlt években éppen hogy elvették a kisebbségi jogokat, és hát ez bizonyos kérdéseket az ukrajnai politikai berendezkedésről, hogy az ukrán politikum elvszerűségé azért nagyon jól meghatároz. Gyuri, nagyon szépen köszönjük neked. Egyébként hamarosan majd érkezik hozzánk Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes főigazgató helyettese, művészeti vezetője, aki kárpátaljai születésű, ugye Visken született, és vele is érdekes lesz majd ez a beszélgetés. Gyuri, köszönjük szépen, holnap folytatjuk.